Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira emlékeztek többek között Dombóváron is november első szombatján. A Szent Orsolya iskola központ udvarán a Mindszenty József mellszobor köré gyűltek az emlékezők. Tulajdonképpen ez az ünnep ez úgy, hát nem ünnep, megemlékezés, ugye úgy indult el néhány évvel ezelőtt, hogy önszerveződő módon, majd egyre szervezettebb formában, és hát nagyon fontos esemény volt azért az 1956 Magyarország történelmében, és hát így ennek a fontosságát emeli ki, hogy nem csak a kezdetét, az október 20-át, hanem tulajdonképpen a végét is megemlékezéssel illetjük. A megemlékezésen egy verscsokor is elhangzott, és a forradalom emlékét őrző dalok kíséretében gyújtottak gyertyát az elhunytakért. Nem ünnep ez, hiszen ez egy nemzeti gyásznap tulajdonképpen, hogy a nemzeti lobogót is félárból szereztik ezen a napon, és hát ennek megfelelő lesz a műsor is, tehát nem vidám, hanem nagyon is szomorú. Magyarország kormánya 2013-ban választotta ki a Nemzeti Gyász Emléknapjává november 4-ét. Ezen a napon vonultak be idén 67 éve a szovjet csapatok, megkezdve az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését.